Arattában jó kis engine. A Jakpanterre meglőttem az M4-nek az ágyúját, és semmi. Telibe vertem, és semmi nem történt. Én háromszor egymás után lőttem 90 fokkal el valamelyik németnek a csövét, és azt mondja, semmi. És lehet, hogy HE volt, de az egy cső robbanjon már szét, vagy nem tudom, tehát, hogy nem tudom. Ezeket én se értem teljesen, de hát én sok mindent nem értek. Ezt aláírom. Vannak rejtélyes dolgok. Na ez egy nagy játék lesz. Egy karattellal fönnmaradok, ezt potolgatok, jó? Próbálom nem kitolni a kis csücskömet. Csücsi. Csücsi. Hóba lecsücsülünk. Ki rakta ide ezt a telefonfülkét? El a fejezve, de geci gyorsan! Elnézést, főnök, siettem. Elnézést, ne fordíts meg, könyörgöm, ne fordíts meg. Könyörgöm, a kurva anyádat szájon baszhatnád esetleg, de jó teherbe, úgy jó keményen. Hm? Gyere, ez az. Megoldod, ugye? Úgy, old meg. Úgy. Nyomorult faszkalap. Lőj belém, ez az, gyere, mutasd meg. Jó kis hétköznapi nyugos streamek. Passzopó geci, bazd meg. Ilyen nyomorult emberek élnek ezen a bolygón. Nem bírná ki, bazzak, hogy elmenjek, mert gyorsabb vagyok. Nem, neki mennie kell, bazd meg a tigrissel. Elnézést, minden rendben van. Ne szép. Én nem viszont nem látok át. Várjál. Az átok szellője. Na. Nem hallok semmit így kezdésnek. Kezdésnek semmit se látok. Milyen oldalövést fogok mindjárt kapni te? Még fönt se látok így előre senkit. Itt vannak a B-re mennek. Ha. Jönnek majd ezek ide is, ne aggódj. Nyugodj, meg itt vannak velem fönt a tigris kettesek, meg a hevik. Az bármi is volt, az... Szén van bennem. Ezt nem hiszem el, bazd meg. Ott állnak kint, és nem veszik észre. Ja, ott valahol a ház mögött áldogál, gondolom. Most fognak oldalba lőni, bazd meg, már látom. Ja, ott áll kint a szélen, igen. Meghalt. Mindegy, már behúzta azt a szart. Ez a probléma, hogy ilyenkor olyan kurva nehéz lesz oda menni, hogy megőrülsz. Én oda tudok majd menni, szerintem. Jó, mondjuk te, de többiek nem, mert ők bénák. Méretetlenül furcsának találom, hogy senki nem jött föl. Látom, ez most a B-ről fog szólni. Hát azóta sem megy oda senki, vágod? Most vagy oda a Heavy. A Heavy ott áldogál, egy 2 perce. Nem megy följebb. Ez a probléma. De semmi gond, majd én lemegyek. Massifull, üdvözöllek. Vagy Massifull. Igen, azt kellett volna, hogy konyasz, igen. Lövik a nagyokat. Amúgy igazad van, azt kellett volna. Nekem az zavar, hogy nincs füstöm. Kisakos üdvözöl... Ez ki lőtt rá?
Ki a pat... Hon? Föntről lőnek valahonnan. De a csávó ezt honnan kapta vajon? Arra próbálok rájönni, hogy honnan. Jöttem segíteni neki. Bőn van, lehet, hogy már sziklán? Az a baj, hogy bemegy a tigris, most meg fog halni. Mert valahol... Az... Ó, ja, hogy itt volt. Aha, itt állt. Amit nem láttam, pedig néztem föntről, de senkit nem láttam ott menni. Jó, artilleri megjött. Ezek közel vannak. Úgyhogy meghagyom a tigriseknek, hogy meghalljanak. Az IS-3 előtt a textúrán keresztül. Az igen. Föntről, oldalról, merről? A B felől. Várhatóan följönnek? Így most nem tudom. Meg lehet. Itt maradok. Onnan lőnek föntről amúgy, ja. Ja, csak nem látok rájuk. Megvan az IS-3 is. Most ez a probléma, hogy itt nem fog tudni keresztül menni, mert hülyeség is, amit csinálok, de... Hopp, ott láttam valakit. Elbasztam. Mégse volt az valaki. De ott van, meghaltam. Mi az amúgy? Meghalt az M51. Elbaszta. M18. Igen, átrepült a lövedékem. Szép kill assist, Mr. Repülő. Az utolsó lövést találta el amúgy teliben. Ha, szét megint foglalja valami, jó? Mi csak lehúzta. Bejöttem légvédelmivel, de... Látom, mi vagyunk fönt. Úgy látom, csak 5 repülőgépünk van fönt, úgyhogy nincs problém. Fura játék ez a Grand Battle. Négy. Tök jó. Itt jön előttem egy tank és meg fogok halni.
Nem, mégsem. Vagy de? De. Előtte mit áll egy, az biztos. Ez a kis legnyomorultabb kis szar semmi páncéllal. Ezek amikor én ebbe ülök, akkor egy gépfegyver sorozattal szoktak agyon lőni, csak mondom. Jó tímek vannak amúgy. Igen. Be tudnám őket kapálni. Ami hasznuk is legyen a bolygón. Tényleg durva, elindulunk 2-3 perc, és nincs senki a pályán tőlünk. Mert mind meghalt. Tényleg. De legalább XP-t szerzünk. Expy. Na jó, nyomjunk egy C-partit. See. To battle! Ezt mondta. Relax, mate. Hello, mate! Hát ez kurva nagy volt. Zseniális. Hol vagy te? Bazd meg, nem kéne odaérnem előre, először, előre. A mögén próbálj menni. Tehát inkább innen. Azt, arra vagyok, kanyarodtam is, nem akarok direktbe menni középről, vagy mi az igen, az. Mondjuk mindjárt foglalják, úgyhogy mindegy is. Az nem baj, elég haszpotolsz. Idő még odaérek nyilván. Mivel vagy, nem néztem. Tigrissel. Bazd. Hallod? Hat kereke van ennek a szájon baszott szarnak, és bazd meg nem tud kanyarodni, érted? Másik rattel, az jól megy amúgy. Olyan, mint a vég valami ízére palacsinta tészta keverékbe lenne. A Kereszt utcában benn vannak azmó balra, a C fele, ott. Ha? Ott. Igen, azt a többieknek jelölt szépen. Na, megyek arra. Van egy heavy fönt. C-n. Off. Jó.
Már nem is foglal. Ez, az mo. Ha túlmész a másik ratt ellen, akkor a... be tudsz állni a fal mellé a homokzsákok mögé, és nem vesznek észre. Ja, ide? Arra gondolsz? Hát most nem tudom... Vagy itt ebbe vagy. Az utcába vagy? Igen, igen, ott. De mögén viszont simán bejöhetnek. Hát... Jön valami. Ha figyelek. Arról. Na bazd meg. Látom. Onnan jön. Az mo... A... Hát mit csinálják vele? Abból az utcából. Semmit, csak spotold. Ne lőj rá, csak spotold. Hát amint látom, pont nem látok rá, az emlékmű van köztem is közte. Vajá... Bazd... Látod még? Itt jön mellettem valaki. Az ópar, én jövök. Nem, innen. Lőled? Igen. Hallom. Hallom én is. Jobbról jön. Megvárom, hogy kinézzen, aztán beleküldöm. Ez nem volt jön. Az? Jó. Hol a heavy? Az még mindig ott van, de pont nem látok rá. Bazd meg. Értem. Hát. Tök jó. Ügyes vagy, ja. Bence. Anyádat remélem. Telibe ma este. Örülök, hogy nézel. Ja, igen, akartam mondani, hogy biztos nem snipol. Nyomorult patkány vagy. Szevasz, konyesz! Nagyon szállalmas vagy, Bence, bazd meg, hogy nehéz szavakba önteni. Értem. Na hát ehhez van eszed, így van. Az igen. Az nyek. Sok lehetőségem nem marad sajnos. Ezzel a légvédelemmel. Ezt vágod, hogy már megint ez a tetüláda átbaszott? Bencét megtaláltam. Ó, szegényke. Hallod, láttátok ezt? Fölötte volt a háttérben a társunk, és azt hittem, hogy társunk, és totál megettem. Kívánom ezeket, hogy pont mögött áll a távolba egy társunk, és a kék felirat úgy néz ki, mintha ő lenne az. Szegény Bence anyától most kér gyorsan egy hitelkártyát, hogy megvesse a legújabb repülőt.
Aromatic Café, bazd meg. Hát milyen jó kis kávézók vannak itt. Ezt tudnám. Basz, a kis kávézók vannak errefelé. Szép volt, papa. Igen, itt áll. Itt valahol. Itt jön előttem amúgy. Nagyon messze vagyok tőle. Igen, itt is jön egy. Itt mögötted. Szép. Úristen, bazd meg. Semmit nem értem. Most jön be mögém. Ó, persze. Őnek elég eltalálni egyébként a sárvédőt, és az egész kibaszott tank berobban. Imádom. Megoldja. Meg lett a 2-es. Ugye folyamatosan abban halok meg, hogy jönnek a kis légvédelmes, és azonnal halok. Én bazd meg nem bírok megölni vele senkit. Még ha AP-ra töltök, akkor se bazd meg. A bulka. Kurva az anyád. Mármint, hogy bocsánat. Nem enged a macét azért se. Nagyon helyes. Te vagy a C hőse. C. Ő robbant a kis nyomorult. Az írmagja nem maradt, akkor átrobbant. Ja, ő velünk van, az meg. Ú, bazd meg, azt tényleg nem hagyod. Egy megvan. Bocs, főnök, nagyon messze vagyok. Nem para. Hárman vannak. Ja, de jó már mindent. Négyen voltak itt. Négyen, bocs. Igen, láttam. Azt hogy villogtak körülöttem, bazd meg, mint a kibaszott tízé karácsonyi égősor. Hát tízet kicsaptam azért. Ja, szép van. Azt jó tetted. Kicsapi. Vagy jó kis füstgranát, az mindig jól jön majd. Úgy látom, ilyen napi rendszeressége ismétlődnek a mapok. Próbálkozhatunk a másik oldalról. Lehet, hogy most a Shaliotirrel jövök. Shaliotir. Shalio. Shato Mato Rior. Valószínűleg egész gyors. Jó kis tüske lövedéke van. Megpróbálok bekanyarodni úgy jobbra, hogy ez mindenkinek jó legyen. Igen. Ideális íven vagyok, ideális íven vagyok. Teljes, jó lesz. Húgáz, 50 km/h. 57.
Ez a maximum, úgy látom. Tonnák így visznek előre. Úúú, de megy. Jobbra bemész majd egy... Hogy lesz? Megyek hosszára. Jó, én nem mentem ott, mert lassabb vagyok. Hopp, 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 azt te kaptad? Nem. Csak úgy lelőtt valaki? Előtt. Hosszáról lőtek, amúgy. Az a baj, nem fog tudni átérni, szerintem, de megpróbálom. Mi vagyunk csak itt. Átértem. Nagyon szép. Én itt vagyok, nézem a asztot ott lefele, már átlátok az útra. Oké. Ketten vannak itt lent. A többiek ott vannak, jól lenne megoldanák. Még ez egy hülye feltételezés. Szérem elmentek. Jó, egy már meg is halt köztük, abban a négyből. Kitartóan figyelem az utat. Ezt te jelölted? Én nem mozdulok be, azért most fognak jönni, én érzem. Ha itt jönnek lent, amúgy. Igen, igen, de... Azt lődözöl. Hallom őket. Ja, megöltek mindenkit. Tehát, hogy 4-5-en voltak, de mind meghalt. Egy van még. Jó, fölmegyek. Megpróbálok segíteni. Valószínűleg halál lesz, de... Itt van lent egy orosz. Hallom. Látom is. Cseh. Köszi. A többi nem tudom hol van, az is ott van valahol. A B környéke. De nem látom őket egyáltalán. Most jön erre egy, itt lesz középen valahol. Hallom a hangját. Ott látom a tetejét, ott. Meg ott van még egy. Rengetegen vannak ott. Jó, kint... enged, hagyj jöjjenek. Ne, várnom kell, míg kinéz, igen, mert mögött a ház mögött van. Az meg elment egy a hátul. Mellett a lévőt meg kilőtt. Igen, láttam. Balról. Az meg el kéne innen jönnöm. Látom, hol áll. A B mellett áll a izénve. Itt. Ugyan nagyon rossz helyen vagyok. Passzam teherbe. Ott jó helyen vagy amúgy. Ez képest, ugye? De jó. Az a baj, hogy a B-vel van a baj. Szép. Az szép lövés volt. Egy kibaszott füstfelhőt kéne rakni. Látom, látom, azon várja. Ott van a másik, a teteje látszik, igen, tudom. Jövök rá. Meghalt? Uh-huh. Ha vannak még itt páram. Mögötted nem jön. Nem jönnek. Nem jön, onnan lövik. Megint orosz középről, igen. Ott áll, pontosan ott áll, igen, ott. Az a baj, nem tudom beejteni a lövést. Mellé, bassza meg. Kurva életbe. Jó, hit. Az meg, ja. Anda, az mi a fasz? Jó, most mennek rá.
Megölte? Az meg, ezt nem hiszem el, hogy kilövette magát. Itt áll előttem amúgy. Lent, lent, lent. Ó, bazd meg. Lejövök, lejövök. Ne gyere le, az mert itt áll előtt. Oké, 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 várj, csak idáig jövök a izéig. Most lőtt el. Kapta, itt áll lent. Azzal nem látom. Ja, de látom. Kapta. Köszi, meghalt. Köszi, 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 köszi. El volt löve a csöve. Uh-huh. Jó van, lövöldözzél, az mi bajom lesz? Cél teljesen szabad, oda fognak menni, visszamegyek. Ott hagyták, mint ebben a szarádban. Itt volt az egy M46, jó, hogy a kolléga észrevette. Itt volt egy asu. Már jönni fognak. Mi más, ha nem repülő? Könnyű őket lelőni, amúgy hallottam, mondták. Találtam egy ilyes hármat a bél. Az szép. Az a repülő, akit kritikára lőttem, és majdnem fölbukott a levegőbe, az most hazamegy, és meggyógyítjuk. Mágát. Nem, mégsem. Mi a B-t be kéne húzni. Sőt, nem is, inkább az A-t, ja. Tök egyébként, hogy itt állnak hárman egy rakáson. Uh-huh. És halnak meg, jó van. Ez valami túlélő zsenit nálunk. Nem bírja senki kilőni. Bomba, rakéta, semmi se ártott neki. Csírok vagy meg. Uh-huh, értem. Itt áll egy nálunk, nem tudunk vele mit csinálni.
dobtam rá egy arcot. Köszi. Meghalt. Keresem, hogy hova ment az repülő, aki... Ah, látom. Megjöttek. És repkedősök. Na nézzük. Jó, egy off. Kapott egy lövést. Gyorsan még azért megöl valakit. Értem. Keci, hallod? A csávót eltaláltam, megpördült és rádobta a bombát és telibe. A telibe sűrű fák közé bedobta a bombát. Így, és azonnal. Hát egy ügyes. Sírok, bazd meg ezeken. Még enyém lett a kill valami csoda folytam, az én lőttem bele utoljára és földhöz baszta magát. A francba. Persze, hogy nem találtam el. Ja, itt van alattam egy tank, nem tudok valamit csinálni. Hopp, igen. Zsú. Nem tank. Megy, lófasz. Meg a B-n is, igen, nem tudok mit csinálni. De jó lenne, hogy legalább... Egy. Ja, persze senki nincs a pályán. A zsú mindenkit megöl az an is, jó, minden az övék már. Megint itt egyen is áll egy. Jönnek utánam. Rossz is lenne, ha nem döglene meg mindenki az első két percben. Na, Szabolcs megyében. Drengés volt, az igen. Igen, ez a kolc, ez nagyon ügyes gyerek amúgy, mindenkit öl meg. Kritikálhit. Mi az az? A T-34. Nem nagyon van esélyed ellene. Meghaltam. Telibe lőttem az ágyúját. Ennyit ér, bazd meg, közvetlen közelről egy páncéltörő löveg.
a T-34 ágyújának. Semmi, azt mondja, püf, és még ki se írt semmit. És a videón látszott, hogy 90 fokkal oldalba lőttem az ágyúcsövet. Nem tudom, milyen mágia van az ágyúcsövekben ebben a játékban. Magam sem tudom. A téged épp kilő vagyom. Á, látom. És a spawn ponton meghalunk egy bombába. Na, jól van. Kiváló játék. Értem. Ki tudja, hova ment a lövés. Itt van lent egyébként. Másik. Itt volt az előbb, ugye ez. A CMLT klámbok, Mr. Colts. Aki vízér megérzéssel dobálja a bombákat a erdőbe, ahol épp tank van. Teszem volt. Onnan kapta a lövést. Az igen, az szép. Van még ott valami? Az egy tiszta. T-34 nem tudom hol van. Az meghalt. Kaptam asszisztot rá. Valakinek valami csoda folytán sikerült belőnie. Ez az, jön a repülő, jó van. Megnyugodtam. Akkor is oda megyek hozzád. Bocs, megpróbálok. Ott van középen a csávó amúgy. Ketten fogják közre, úgyhogy reménykedem, hogy mondjuk ez hülyeség, amit most mondtam, de... Igen, igen, masszívul, tehát hála Istennek az enemy is elég balfasz volt, mert ugye mindig elkezdett repkedni. Csak ugye most jön rád, most jön rád, most jön rád. Jó, azmó, leszarom, hogy rám jön, a B-re gyere. Csak mondani akartam, bocsánat. Nem tudok vele mit kezdeni, ha rám jön, hát... Hagyjam az át a picsába? Hát elfoglalhatod. De én megyek a B-re. Jó, menjél. Inkább megpróbálom lehúzni rólatok a repülőt. Mert ha már két pontunk van, az elég. És ha látja valami, hogy foglalom, de akkor... De állj be foglalni, mert a C-re át fognak menni. Megyek. Itt van valaki a B-n amúgy. Nem tudom, hogy honnan védjem magam egyelőre. Ez már megvan. Itt van egy M18 nálam. Meg még egy. Jó, megyek tovább át hozzád, befoglaltam. Tudod, hol van helyileg? Jó, egy Mr. Colts. Hol a másik? Árti van, azért kérdezem. Itt van az is, amúgy. Ugyanott? Mm. Jó, ment az Árti. Be lehet foglalni. A C, az a C.
Ja, igaz. Az a baj, hogy kimész oldalba kap azonnal. Vissza tudsz talatni? Bazd meg. Ah, pont nem látok így rá. Nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, öcsém. Ilyen a világ... oldalt álltál, igen. De nem az oldalamba lőtt, hanem a tornyomba. Amúgy hát berobbant a izét, persze. Nyertünk. De megvagyunk amúgy. Fuck. Negyedik hely. Még rewardom is van, oda nézze. Elképzelhetetlen képességek. Levald. Levaltuk, levald. Levaldiamus Maximus. És ha azt mondom, hogy ficus cookies, most mit röhögnek? Mit röhögnek? Ilyen hozzáállása, a hamaragadjától képzőben találhatják magukat. Nem is azt mondtam, mit mondod, ilyen. Ja, és ő nem szépített, az a haverja volt. Megpróbáljuk? Próbáljuk. Az egy nagyon szép lövés volt, Default. Default, micsoda neve van? Ú, ezzel beszoptam, itt nem megyek át a kerékkel gyorsan. Jajj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 
emlékkel itt, ez full gyehenna. Próbálom keresgélni legalább őket, hogy lássak belőlük valamit. Ah, láttam is egyet, de nem nyomtam meg a gombot. Nem volt gomb. No gomb. Szép. Hoppa, ott a spot. Nem láttam egyebet. Most megy befele. Imádom egyébként, hogy tudnak ezek ilyen gyorsan bemenni, bazd meg. Egyszerűen elképesztő. Artillery, bazd meg. Imádom ezeket, akik pontosan tudják, hogy... Szép. Én beszapom csúnyán. Á, ott áll fönt. Ott. Na hát az, ami biztos, hogy szerintem én fel vagyok spotolva, mert artiznak rá. Jó, akkor állj ott meg, várd ki. Aztán mindenki tehet egy szívességet. Próbálom őket kiszúrni, az beártizni. Aha. Hogy mi az nem beártizni, hanem... Látom is, itt vannak ketten. Oké, bazd meg. Egy off, ott a más. Spot. Aha. Jó, meg vagy? Én meg. Szfasza. Bazd meg, valaki már itt van a spawn pontunk előtt. Beszarok komolyan. De egy könyörgöm, hát hogy nem veszi? Tehát miért nem? Nyomom a spotot és itt van és nem veszi be. Hát előttem áll. M18 van a sarkon az volt. Nem hiszem elgetsz és nekem jönnek. Mármint, ja, itt. Nem, ott. Ahol most pináltam, ott a sarkon. Hol a faszban, nem látom. Hallom a hangját. Aha. A tigris fog itt megdögleni mindjárt, vagy panter, bocsánat. Komolyan hányok. Nyomok rá egy spotot, és azt mondja, hogy a hülye gyereket nem. Úgy van ám az, hogy te egy spotolódsz. Nem látok senkit ott. Ott van, látom. Spot. Rajta van. Igen, és most hal meg a panter, bazd meg. Hát de ugatom neki, hogy ott van, de nem kell. Mit foglalkozzunk vele?
Hülye gyerek, hát... Mit foglalkozzunk vele? Marult idióta, bazd meg, mondom, tehát... Annyira egyértelműen hülyék itt az emberek, hogy így... Tehát nem is egyik hülyébb, mint a másik. Tied még ott áll előtted, mi? Aha. Itt van. Nem merek jobban kijönni, mert kapni fogom oldalba. Tologatja a roncsot. Nem látok roncsot. Hop, hop. Lövik a roncsot. Ja, mert itt van egy kolléga. Nézd meg, rányomom a spotot, itt áll a tank, és nem veszi be, bazd meg. Itt áll. Megint jön, megint kijött a izé, bazd, nem tudsz rálőni? Várjál, mindjárt. Az a baj, engem meg ki fognak nyírni. Lebasztam, lebasztam. Hallod, lerabattantam a csövéről, vagy mi az a láncáról. Szépen vissza már. Hát. Szép. Ott egy M50 is. Ugyanott, ahol a másik. Ugyanott, oké. Okay. Szevasz, Torvald! Oké, okay, akkor meghaltunk. Ó, nem. Valami csoda folyt, nem? Szevasz, Alexandro! Nem. Itt van a köcsög. Nézd meg! Nézd meg! Nem, basz. Igen, látom. Mert várj, csak így látom. Ja. Meg ott a másik is. Úristen, mennyien vannak. Azt a kurva életbe. Ja, mondjuk nincs játékosunk, tehát... Igen, így nehéz lesz. Kritikál hit. Motor. És igen, most... megpróbálom az M50-et kivenni. Jó, én meg meghalok. Ott áll. Úgy, szép. Nézd meg, ott az a tank, és nem fogom tudni bespotolni. Hogy az... Ja, az már halott. Semmi. Az meg nem, az lőtt ki. Ugyanott volt? Nem, az a map közepén van. Jó, hát a világ végéről lőnek persze, tehát azért itt már elég komoly háborúskodások zajlanak. Engem is oldalba fognak lőni valószínűleg. Hogy menekül a kis féreg? Ja, ott van fönt. Mellé. Jó, hogy itt csak egy pont van, most nézem, bazd meg. Ha, mindegy ez. Baj, nem látom a tankot a roncsok között. Ja, hátra ment. Jó, hát már úgyis mindegy. Megint. Láttátok? Ez az ötödik, hogy tiszta célpontot nem fog be, azért. Nem. Ott van az M26, az, ahol én haltam meg. Az igen, már ott van. Nem látom, keresem, de... Látom. Lebasztam. Pont visszatolatott. Hát most már halottak vagyunk, igen, vége a játéknak. Ja, ott van.
Ja, fel is van spotol. Mindegy, mert már izé befogták, de már nem tudunk kijönni. És egy... ott is áll egy, nézd csak. Tisztán. Azt elnézte, Csikánó. Majd ezt bepótolhatod, nézd csak. A rohastrici hogy visszament? A spawn pontjukról lőtt ki valaki kb. Ja, ugyanaz a csóka, aki azóta is ott áll. A hit erős, így van. Mi újság? Meg. Jó volt, Cecil? Egy másodperc előtte hallom meg a repülőrgeci. Ja, hát ez mindig úgy van, persze. Kapott egy kritikát. Van még a sarokban a gyerek amúgy? Persze, mindenhol ott vannak. Ott is ott van egy, igen, ott most mutatom, igen. Kapott is egy lövés, de hát sokat nem ért, azt majd most ki is lő. Na, csak béna hozzá. Most fog kilőni. Nem. Balról valaki, miközben a repülőre próbáltam lőni. Nem érdekes. Jaj, spawn pont bomba. Na hát. Micsoda meglepetés. Micsoda meglepetés. Ott van, tessék. Nem, tehát Egyébként ezeknek nem XP-t adnék, hanem levonnék XP-t. Ezt így bevezetném így egy hétvégén, és mindenki egy faszt kapna, annyira nézném a fejüket közben. Hatalmas game. Hatalmas game. Jó munkát, Banderas, köszönöm, hogy benéztem. Kemény lehet ez, Szeszió. Ja, hát Bandera, azt nem kell kitartanom, én vagyok a hülye, hogy ezzel játszom, tehát az én hülyeségem. Nézőszám átlag növeléssel szoktam berakni. Ha valami perverz módon ezt nézik a legtöbben az emberek. Gondolom a nagy része a repülés spawn camp-el azért. Itt halt mind. Ez. Megjöttem javítani. Ja, lehet Torvald, igen. Mert nézni szeretik, de játszani nem bírnak, inkább nézik. Igen. Jogos. Kösz. Na, menjünk még egyet, azt elég is vaut belőle. Nem a spread. Faszkalap tímekkel vagyunk, amúgy nem rossz meccsek. Pepe, a negyedik vagy ötödik meccs, ahol a spawn ponton bombáznak szarrá, tehát hogy nem tudom ebben mi a jó, de... De bármilyen tírben ez van. Hát jó, hát akkor még szavos. Hát most ez a csapat független, igen. De map. Jaj, itt jókat lehet menni. Kivéve, amikor lebombáznak, persze. 320 mm-es átütéses bazd meg a páncéltöröm a rettelen, és ez nem bírt egy rohadt ágyúcsövet ellőni, bazd meg, amiben nincs páncél. Adom. Tubácsó!
Battea. Nandi, Csucsu, Nandi, köszönöm szépen, hogy itt vagy, nagyon kedves tőled, és hát végülis ezért vagyok itt, ósa róla. Örülnék, ha máskor is jönnél, nem csak ennél. Hálás lennék. Dusty Stein, the first strike, na ő egy kezdőjátékos, mert itt így kijönni. Ületlenség. Árkádban egy nagyon jó dolog van, hogy ott a repülőknek 30 másodpercük van. Az egy jó dolog van, ott viszont fűfal elő bárhonnan, mert ugye izé van. Mindenki spotolódva van, tehát hogy amit látsz, ezt azonnal tudod lőni. Az honnan halt meg? Itt van alul. Hol a faszban van az? Nem látom. Aha, értem. Oldalba lőttek. Már most. Értem. Gratulálok, team. Na hát ez az meg a másik, hogy agyhalott szerencsétlen idiótákkal játszunk. Ez már önmagában. Hogy még el sem indult a meccs, és valaki már lövi a spawn pont előtti területet. Föntről, balról. És tudom honnan. Kiváló bazdmeg. Itt vannak fölöttem amúgy. Hát, próbálkozom, hidd el, csak hát szarba vagyok itt. Igen, látom. Most rálátok, próbálom. Hagyjad, hát aki jön. Hát aki jön. Megkenem a kiflit. Enemy kill assist. Jó. Nézem a fölötted lévőt. Foglalkozz a többivel. Az is halt, úgy látom. Vagy nem tudom, halt? Nem halt. Hát ez, az gyönyörű volt. Telibe lőttem izével, tüskével, és azt mondja, hogy hello. Nézd oda, bazd meg. Visítok, geci. 384 mm-es átütéssel, bazd meg, nem bírom bevinni. Szép. Valaki majd fejtse meg nekem ezeket a... Bár nem voltam sose erős matekból, az tény. Komolyan, bazd meg. Nincs átütés, geci. Nincs átütés. Na és most lebombáznak, ugye? Úgy az igazi. Nagyon szépen köszönöm. Jó munkát, Nandi. Nandi. Na és hát megint a spawn pontot lövik. Bombázzák. Na hát ez. Teskusom szöges kesztyűvel kiverni a faszomat, élvezetesebb lenne, mint ez. Valószínűleg több nézője is lenne. Köszönöm szépen, Petux. Nagyon köszönöm a Petux klán hősének, hogy célzás közben meglökött. Majd rádobták a bombát, és én haltam meg. Hatalmas GG. Na jó játék az nem ezzel van, Andy. Nagyon köszönöm. Ott jön egy. Oké, rendben. Értem. Itt jön, mindegy. Mondjad? Itt jön. Jönnek ott annyian, megőrülsz. Itt vannak benn. Ott is.
Critical hit. Eltolatok, mert halnék. Szép. És ott van egy halott másik. Egy isú is, igen. Pont ott. Kapott egy hitet a teteje. Az nem isú, az izé... M4 szerintem. Kritika. Bocs. Ami baj. Gondoltam segítek. Ja, egy lövés lett volna már csak oldalt állt. De egy tized másodperce gyorsabban töltötte. Ott az isú. Az jó. Meg itt is olyan mellettem egy. Oké. Okay. És off. Ott is van egy. Valamit láttam, de az a szikla mögött van, nem? Spot. A szikla mögött van. Kritika, halt. Itt van egy alattam valahol. Látom. Spot. Ez fölötted van, én nem alattad, jó. Meg jön itt egy az erdőbe is. Hallom, hallom. Ott. M4. Ki mást? Igen. Égét a patkány. Hát igen, még mindig nem lehet repülővel foglalni pontokat. De tudom, sok XP jár azért, hogy nyomorútkodtok. Hiszen az a lényeg. Bazzeg nem spotolom be, de mi a fasz? Ha ez megy ma egész nap, minden meccsen bazd meg, az előttem álló tankot nem veszi be a spot. Nem tudom, mi a fasz van már megint. Ráadásul olyan tankokkal, ahol improved optics van, mint ellene baszódó, vagy nem tudom. Lecsúszhat, buzi gyerek. Meghalt. Szépen zárott 12 kill-el. Jöhetné atommal is szerintem. Nem tudok.
Nem, nincs annyi. Nincs. Nem, nincs atomra. Ja, ennél nincs. Ja, ennél nincs. Az előző meccsben volt persze. Nem sorsolt uptierbe, amúgy. Jaj, azért. Nyerjük a meccset, de nézd meg a fele bagázsnak, így sincs kije majdnem, hogy... Mikor nagy része ezeknek is izé bombázós killek, semmi más. Pepe jól játszik. Hát igen, úgy könnyű, hogy nem őt dobálják ki folyamatosan. Jó, ezt húzás már nem azért, mert nem dobálják ki, hanem nem baszogatja senki, hogy ki tudja jönni a kurva spawnról. Ott áll azon a, itt áll folyamatosan ezen a stratégiai ponton, és egy darab bombát nem kapott, azt hiszem. De Artiból rengeteget kaptam, de bombából nem. Ja, ja, tehát hogy az kell bazd meg, hogy a faszopó, élettelen gyökér bunkó geci dobálja a spawn pontot neki, az kell, mert az a menő. Abból jön a sok XP. Büdös patkány. Igen, igen, Szeszély, neki már az ökantjához jár standardba. Ahaha. Komolyan bazdnek, csak a nézőszám miatt játszom ezzel a fossal, már tényleg így vagyok vele. No, játszunk egy kis War Thundert. De fanoljunk, valamit találjunk ki, az mo. Érted? Nem tudom, bazdnek, három lövéssel menj végig a vagy három lőszerrel menj végig a pályán. Ilyenek, tudom, valami fasságot kell kitalálni egyébként. Na jó, csak azt is szétbasszák, érted, a folyamatosan stream sniper az agyhalott geci, mert az anyja bazd meg a testvérével baszott, érted? Hát most, akkor hogy csináljunk kihívásokat, tehát szétbasszák? Nem kell kihívni. Jó, megölnek így, kilépsz a csatából, hát le van szarva, hát engem pont nem érdekel. Na jó, csak akkor mi a fár része? Hogy épi két fár része addig van, amíg ők nem találnak meg. Yeah, két meccs. Bujocskázzunk, bazd meg. Bujocskázzunk. Kibaszott telefonkönyvvel bujocskázzon a seggébe, bazd meg. Ráültetném. Én lehet azt is csinálni, hogy csak légvédelem, azzal be. Jaj, azt kéne. Kicsit alapjátér, például. Mert az a baj, jaj, de az a baj egyébként, hogy olyan nemzet kell, ahol sok légvédelem van, igen. Nem az egy-kettő, bazd. Nem tudom, az angoloknál mennyi van. Hát az angol az, hát figyelj, van... Igen, van a sarc, meg van ez a másik sarc. Ugye, 3.3-ig van 4. Ja, ja, ja. 4, hogy van? 4-3-ig van 2-4-6. Ja. Azokkal be kell jönni, bazdmeg, csak azzal játszani, geci. Ülni és így nézni az eget, és kérdezik, mit csinálunk? Ground battle-ezünk. És mit csinált a ground battle? De hát az eget nézed. Én például csináltam azt, hogy kivettem nagy tírba az összes tankot, és csak az ozelottal mentem be. Jó, de az ozelott is csak fölbasz. Nem lehet azzal se lőni. Az téged minden felbasz. Hát de bazd meg, kilövöm a rakétát, geci, és sose találja, meg neki csapódik a földnek, lő fölfele, lövök. Hát más most az irányítás, aztán szar. Hát szar, hát a szar, így, ahogy mondod. De legalább lecsukódik a radar. Ja, legalább, milyen akciók vannak Germanira? Mi ez? A vízzel az egyretek, amúgy. Ja, objektív, igen. Undormány. Hát figyelj, a vízzel jó lenne, csak nem ez a kifogytam, kifogytam, megyek haza. Tehát, hogy... Ja, nem a légvédelemre gondolok, hanem rakétára. Ja. Basszott kemény amúgy. Ja. Nekem a magyar tankokból masszívül csak a izé van meg a Turán 2, de azt kell hogy geci kemény elő. Nagyon jó az ágyúja. A Turán... Turán 2? Három, bocs. Három, az, nagyon két. Az jó, az vele. Nagyon jó az ágyúja, szóval faszákat lehet vele ölni. Többit nem tudom, mert az még itt... Ez is biztos jó, hogy a 2S1. Ahogy nézem, a 2S-ek azok mindig pusztítanak. Azok nagyon jó tankdisztrojerek. Néztem róla a videót egyébként, annyira brutálisan nem... Hát jó kezekbe kell legyen, meg jó helyzetbe. Hát mindegyik tank, persze. Amúgy jogos. De nem, tehát hogy ezek a 2S-ek azért mindent bevisznek elég brutál mód. Tehát azért, hogy néztem. Hát, tudom, inkább azt mondom neked, hogy azért jó, mert nagy kaliberű a vagy nem a páncéltere, hanem a repeszromboló. Ja. Mert nagy tírben már elég a repeszromboló is amúgy. Hát ez is repeszes, igen. Tehát olyan... Nagy kaliber kell. Azt hittem eltalálom benne. Amúgy kibaszott agilis. Nagyon jó a tornya. A gyorsan forog. Egész fasza. És ez nem stabilis még, igen, ez még nem. De egyébként brutál kemény. Vaj, az mi az ott? Az egy izé.
Na, igen, a repesz az nem visz be mindent. Hát mondjuk, igen, mennyi olyan az? Helyre kell lőjé egyébként. Van egy. Ja, persze, csak hát nyilván eszemből a izé, a mi a fene a Churchill, hát azt életben nem lövöd be. A homlokpáncélt általában szerintem hal, vagy a torony jobb és bal oldalát. Ja, azt mutatja zöldnek, de hát még nem. Yeah. A testet mutatja itt elő, de az, nem, az a lökhárító. A tornya környékére céloz, meg szembőlőd, meg pont igen. Mi az? Ne oldalra. Ne a láncot lőd. Igen, hát be azt mutatta zöldnek. Na ugye most ez a... Játék. Kérlek. Ja, amúgy ehhez a 2S-hez van izé. Közelségi robbanó fejek. Az belövi, igen. Igen, alapvetően elég kemény. Igaz, csak 51 millis, de hát 51 millis szemből a... Hát, kevés helyen van. Még lehet, hogy ez a nézbe tomlőni, várja. A találatra merőleges páncélok ellen jól működik egyébként. Jó, hát önmagában igen, tehát, hogy ez nagy százalékban arra megyünk, hogy oldalba lőjünk egy-egy tankot. Figyelj, amivel most elősz, az ugye repeszromboló, de azon kívül van szájn stabilizált, ami 400-at ütet. Van közelségi robbanó fejes, ugye, amivel én szoktam lőni a repülők ellen. Uh-huh. Meg van még egy erősebb... Ja, ennek van repülős ellen, ilyen is az ennek a 2S. Mi neked ez megvan, ez a tank? Nem, de nézem a fejlesztési fába. Ja. Világos. Hol vagyunk? Mennyi ez, bazd meg? Ja, ilyen távra már nem mutatja. Azt szokta pedig. Mennyi ez? Ez meg mögé ment. Ja, szóval mobilisnak tűnik. Hát ez a 2S, ez az orosz fejlesztés, nem? Az a 2S az orosz, szerintem. Há, igen, szovjet. Az. Hát. Ja, igen, itt van. Bum! Igen, ha tetejére esik rá, akkor az beviszi, mert ugye fölülről mindig, hát azért ilyen csodálatos a játék, mert repülők fölülről gépfegyverrel kilőnek. Érted, egy repeszes gépfegyversorozat, vagy egy Canon, és véged van, tök mindegy, milyen tankba ülsz. Nincs páncél, igen. Hát ugye ezért nonsens. Többek között. Szóval, ja, egész agilis. Jó pofa kis cucc ez. Lehet vele rallizni elég keményen, ahogy nézem. Gyere ide, repülő! Azt a kurva, azt hittem elcsípem. Szevasz, Alexandro, jó éjszakát! Pepe, köszönöm szépen! Danke schön! Holnap folytatjuk, ha leszel. Az a baj, hogy izéhez kéne még ember, rajta, az nincs mindig ember. A GTFO-hoz most lehet... Majd játszunk hétvégén akkor. Ja, valami lesz akkor. De hát kérdezz meg Zsoltit, mikor van kedve. Ja, persze. A izét tedd már föl tényleg a PD3-at, nézzünk már bele valamikor. Akkor igen, arra mondod. Hát most már egyrészt érdekel, másrészt meg le kell adni már a reportot. Jó van, nyugodalmast. Na cső. De van. Hölgyek, urak, nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet. Szevasz, jó. Megpörgettük. Mindenkinek köszi. Növeltük a nézőszám átlagát, hogy legalább az 50 meg legyen. De tényleg egyre kevésbé van kedvem vele játszani. Az igazság. Mert nem játszunk. Tehát ez, hogy bazd meg... Tehát, hogy... Nem látom értelmét. Én nem tudok rajta fanolni. Sajnos ez nekem nem... Az meg, ő meg azért jön, mert élvezi, hogy valakinek szétbaszhatja az életét nekem, ehhez meg már öreg vagyok. Keres másik streamert, van elég. Működ még nem foglalkozik vele, irigylem. Én viszont